Itt Réfaluban tartották az idei hivatalos vízvilágnapi ünnepséget egy 1992-es ENSZ döntés értelmében. Minden évben március 22-én világszerte kicsit nagyobb figyelem összpontosul a vízre. Győrben rendszerint több programot is rendeznek a világnaphoz kapcsolódóan. Ezeket vezette fel a pénteki rendezvény, ahol Lackovics Takás Tímea mondott ünnepi beszédet. Már az őskor embere is tudta, hogy a vízből táplálékot szerezhet. Az ókori kultúrák legtöbbje is folyók mentén alakult ki. Az utóbbi évszázadban az ember előbb le akarta győzni a természetet, majd lassan felismerte, hogy bizony milyen nagy kincs is az. A víz, amely ugyan a földünk felületén többségben van, mára mégis kevéssé vált. Az emberiség egy vízválság terhével lépett a 21. századba, melyből kiút csak szemléletváltás útján azonnali cselekvéssel lehetséges. Bár a világban számos helyen okoz problémát az édesvíz hiánya, Magyarország és a győri régió megnyugtató készletekkel rendelkezik. Ennek ellenére nem dőlhetünk hátra, és nem pazarolhatunk, hiszen a víz az élethez szükséges, drága kincs. Olyan térségben élünk, hála Istennek, ahol a vízzel még annyira nem kell takarékoskodni, bőségesen áll rendelkezésünkre, de vannak a világnak bizony olyan részei, ahol naponta 20 kilométereket kell gyalogolni néhány liter vízért, és emiatt nem lehetünk mi sem nyugodtak, hiszen azok a készletek, amikből mi is biztosítjuk a napi szükségleteinket, azok nem végtelenek, hanem végesek. Ráadásul az emberi tevékenység, a mezőgazdaságnak, az iparnak és az egyre erőteljesebb telekínségnek a következményei egyre inkább beszűkítik és veszélyeztetik a vízkészleteinket és azoknak a minőségét. Az ünnepséget a Richter János és a Bartók Béla iskola növendékei tették színesebbé, vízhez kapcsolódó dalokat és verseket adtak elő. Az idei vízvilágnapi rendezvényen a hagyományokhoz híven megkoszorúzták az 1954. évi árvízi emlékművet.